Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Tételes együttműködési megállapodás született a Magyar Papír Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai között. A dokumentum egyik legfontosabb tétele a digitális vízjel adatbank létrehozása és az ehhez tartozó közös kutatás. Fontos szerződést írtak alá az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Papír Múzeum munkatársai. A tételes együttműködési megállapodás célja a felek szakmai közéletben betöltött szerepének, illetve elismertségüknek, megítélésüknek, jó hírnevüknek és pozitív arculatuknak erősítése, egymás kulturális értékteremtő tevékenységének támogatása. A megállapodásban olyan tételek szerepelnek, mint például a szakmai képzések lebonyolítása, kiállítások szervezése, és talán a legfontosabb egy digitális vízjel adatbank létrehozása. Valójában a magyar nemzeti kultúra megőrzése és közkincsététele szempontjából ez egy nagy jelentőségű, tulajdonképpen határainkon túlmutató több évre szóló megállapodás, amit kötöttünk. Na most ezen belül ez a program, ez nagyszabású több projektet foglal magába, ami több sok ágú kutatási területeket is érint. De mégis a fő eleme az, hogy létrehozzuk a DVA-t, a Digitális Vízi Adatbankot, ami azt jelenti, hogy olyan OSK-s különlegességeket, kódexek, ősnyomtatványok, különleges kéziratoknak a vízjeleit kutatjuk meg, dokumentáljuk, dolgozzuk fel, digitalizáljuk, és vízjel és egyéb adatformában jelenítjük meg. Tehát tulajdonképpen közösen az OSK és a Magyar Papír Múzeum kilép az európai digitális vízjel térbe, ahol ugye a létrehozott adatbankba bárki, tehát más tudományágak hasznosíthatják ezeket a kutatási eredményeket, például történészek, kodikológusok, könyvtárosok, levéltárosok, restaurátorok, különböző egyéb más területeknek a kutatói, akik papírral, papírkutatással vagy papírrégiséggel foglalkoznak. Ugyanis a kutatási eredményekből keletkező vízjelek és adatok, azok alkalmasak vízjel és papír meghatározásra, tehát például kor meghatározásra is. Na most ennek nagyon fontos eleme az, hogy a DVA az tulajdonképpen amint feltöltésre kerül, ki fog kerülni a nemzetközi térbe is, ugyanis mi a Memory of Paper platformmal már régóta együttműködünk, több mint 10 éve, és ugyanoda ezt a vízjeladatbankot is be fogjuk majd csatolni, tehát gyakorlatilag ez is ugyanúgy kereshető lesz ingyenesen, mint a egyéb más nagy nemzetközi adatbankokban lévő vízjelanyag. Pelbárt Jenő örömmel számolt be arról is, hogy a közös kutatás és munka első eredményeit a nagy közönség is láthatja majd, ugyanis ősszel egy új kiállítás is nyílik az intézményben. Most nagyon lényeges, hogy ez a OSK szerveren fog működni, tehát hazai szerveren fog működni, a másik adatbázisunk az külföldi osztrák szerveren működik, tehát ez hazai lesz, és gyakorlatilag az, hogy ingyenesen elérhető, az azt jelenti, hogy minden olyan kutató, aki valamilyen formában kapcsolatba kerül a vízjelek világával, azt tud benne ráadásul magyarul keresni. És mivel nekünk van egy nagyon különleges keresőrendszerünk, tehát nagyon egyszerű, laikusok is tudnak benne keresni, tehát nem kell olyan szakembernek lenni, hogy nagyon értsen ezzel a dologhoz, gyakorlatilag, hogyha a motivumot fel tudja ismerni, akkor már minden tud gyakorlatilag, tehát tud a rendszerben keresni. És az első eredményeit, ezt egyébként már a nagy közönség is lát, láthatja majd az őszi kiállításunkon, és ősszel szeptemberben nyitunk a Babits Mihály születésének 140. évfordulója alkalmából egy nagy időszaki kiállítást és konferenciát, majd azt követően Térkép a papíron címmel egy másik időszaki és konferenciát, és ott már az első eredményeket, amik időközben kijönnek ezekből a projektekből, azt már láthatja a nagy közönség is. Az Országos Széchenyi Könyvtár részéről Rózsa Dávid főigazgató volt jelen. Az eseményen vele is lehetőségünk volt beszélgetni. A szakember kiemelte örömteli, hogy két intézmény egy azon cél érdekében folytathatja tovább az eddig is hatékony közös munkát. Az Országos Széchenyi Könyvtár immáron több mint 220 éve szolgálja a magyar írott kultúra ügyét, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy olyan szervezetekkel működhetünk együtt, amelyek hasonló célt tűznek ki maguk elé. Úgyhogy éppen ezért ez a mai együttműködés, amely a papírtörténet és a vízjel történeti kutatások kiterjesztését célozza, teljes egészében illeszkedik az Országos Széchenyi Könyvtár küldetéséhez. A következő hónapok, évek feladata az lesz,
hogy a magyar papírokon megjelenő vízjeleket, különleges vízjeleket közösen kutassuk, és ezeket, ezeknek a kutatásoknak az eredményeit, illetve ezeknek a vízjeleknek a digitalizált verzióit bárki számára elérhető adatbázisokba rendezzük. A Nemzeti Könyvtár az utóbbi években sorra indította azokat a szolgáltatásait, amelyek a teljes magyar kultúrkört, minden magyar nemzettársunkat érinthetik, érdekelhetik, és ezek sorába fog bekerülni a vízjel történeti emlékeket rögzítő adatbázisunk is. Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy van egy papírmúzeumunk. Rózsa Dávid szerint is kiemelkedő az itt végzett munka, és bízik abban, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is szolgálni fogják a kultúra ügyét. Nagyon fontos kezdeményezésnek tartom, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy Magyarországon elsőként 7 évvel ezelőtti Dunaújvárosban meg tudott valósulni a magyar papírtörténetet reprezentáló nagy kiállítás. Ugye 16 termen keresztül mutatja be a kiállítás a magyar papírtörténet emlékeit. Ez egy abszolút unikális kezdeményezés, és bízom benne, hogy még sok-sok éven és sok-sok évtizeden át fogja szolgálni a kultúra ügyét. Helyi vonatkozásban is bizakodóak lehetünk az elhangzottak alapján. Mindenkinek szívvel ajánljuk a programok, a kiállítások megtekintését. 4. alkalommal is magyar kézműves remek elismeréssel díjazták Steixner István bőrműves mestert és munkáját. Az Olivia Settet kislánya Olivia ihlette, pontosabban segítette megalkotásában. S hogy hogyan is járultak hozzá az aprócska ujjak az alkotáshoz, összeállításunkból ez is kiderül. Műhelyében fogadta stábunkat Steixner István bőrműves mester. A bőrműves munkásságát már több ízben is elismerték, legutóbb például immáron 4. alkalommal kapta meg a magyar kézműves remek elismerést egy olyan termékre, amely elkészítésében kislánya Olivia is segített. Az Olivia szett végül azokból a formákból és elképzelésekből született meg, amelyet kislánya kezdett megformálni egy táska prototípusra, egészen véletlenül. Valóban az Olivia szett lett az az összeállítás, amit idén megpályáztam a Magyar Kézműves Remek cím elhódítására ért. Lényegében szerettem volna az egyéves kislányomnak a születésnapjára, ami nagyon szépet alkotni, amit nyilván nem óvis korában fog használni, de majd, hogyha nagy lesz, akkor legyen valami igazán egyedi, izgalmas darabja, hiszen amikor az ember valami újat alkot, akkor beleteszi az ember szívét, lelkét. És pont amikor a táskát elkezdtem tervezni, talán februárban, születésnapját megelőzően 2 hónappal, éppen lehozta az anyuka, vagy elhozta anyuka ugye műhelybe, és akkor beleült az ölembe, adtam neki egy filctollat a kezébe, és akkor rárajzolt véletlenül, mert persze miért az üres papírlapra rajzolna, rárajzolt a tervezendő táskára, és húzott egy-két olyan vonalkát, ami annyira megtetszett, hogy azt nyilván a tudásommal felépítettem, elkezdtem szépen kibontani, és arra gondoltam, hogy akkor viselje az Olivia nevét az a táska együttes, amit én amivel szeretnék pályázni ugye a kézműves magyar remekre. És hát pont akkor írták ki a pályázatot is, volt rá 2 hónap, elkezdtem nyilván tervezgetni, és végül is valahol a gyerkőc, ugye, hát nyilván figyelsz, vigyázol rá, neveled, látod, ahogy fejlődik. Így indult az, hogy a központi mintája maga az életvirága motívum, ami kezd minden irányba kibontakozni és nyílni, valahol nyilván erőteljesebben, valahol bezáródva, befejeződve valami kis minta, tehát tulajdonképpen ezt gondoltam, hogy egyfajta életút lehet, noha az egész egy virágcsokorba van foglalva, és maga a táska formája is egy nyíló tulipán, egy bimbózó tulipán, így úgy gondoltam, hogy ez lehető legtökéletesebb annak kapcsán, hogy ezt az Oliviának jó szó, talán ajánljam, így van. És akkor hát nyilván többször lehoztam, megmutogattam neki, ő mondjuk amúgy is mindenem mosolyog, úgyhogy gondoltam, ez egy tökéletes darab, ilyen szett lesz ahhoz, hogy akkor az Olivia nevét viselje. Az elkészült termékek több okból is különlegesek.
formatervezés és az anyaghasználat sem mindennapi. Lényegében az én nagyon kialakított saját technikám ez az áttört, és újabban nagyon megkedvelték ugye a megrendelők, és hát jó magam is magát a rája bőrt, mint olyat. Ennek a kettőnek az ötvözéséből, hogyha anyagot tekintve nézem, született meg a táska. Lényegében egy tulipános alkalmi kézitáska, aminek a belsejében, tehát úgymond a magja, a táska színének az inverze, maga a táska egy fekete alapon, sőt a külső táska fekete rája betétes, hogy egy elegáns darab legyen, és a belső pici kis táska, amin színezüstből maga a logóm és az életvirága is szerepel, tulajdonképpen szimbolikusan még pici, de kicsatolva, kiemelve egy különálló táskává avanzsálódik, hogyha mondjuk ugye a megrendelő vagy Olivia ugye ezt külön szeretné majd használni. A bőrműves mester által készített termékek kis túlzással vonzák az emberek tekintetét. Éppen ezért volt fontos a könnyebb beazonosítás érdekében, hogy a táskák kaptak egy QR kódot is, amely Steixner István hivatalos oldalára, a steixnerleatherart.com címre irányítja az érdeklődőt. Egy nagyon aprólékosan kézzel készített egyedi táska, amelynek a prototípusait, vagy hát hogy az egyszerű verzióit már elkészítettem különböző verziókban, de ebbe akartam úgy beletenni mondjuk úgy a mostani tudásomnak a legjavát, hogy egy kis innovációt is szerettem volna bele vinni, ami úgy történt, hogy még tavaly évben vettem egy lézervágógépet, de miután mire azt megtanulja az ember, hát gondoltam, hogy ma jó lesz, valamit eljátszogatunk vele, valamit csinálunk, de rájöttem, hogy mégse tudom tulajdonképpen a munkámhoz használni, maradok természetesen továbbra is a teljes mértékben kézzel tervezett mindennél, de a lézert gondoltam azért arra kipróbálom, hogy maga a logó, hogyha a táskába belenéz az ember, akkor ott legyen nagyban, illetve, hogy gyakori tapasztalat az, amikor felhívnak a megrendelők, hogy hú, hát imádja. Megnézték az utcán, megkérdezték, hogy ki csinálja, de ugye van, amikor kapja a kedves használó a terméket, és mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy ki készítette, vagy ugye rögzülnie kell az agyában, és akkor gondoltam, hogy tök jó, mondom, csináljunk akkor egy bőrbe gravírozott QR kódot, mert azért ilyen 3 centibe azt te kivésni nem nagyon tudod, és akkor mit csinál az utcán, gyönyörű, nyilván nem mutogatja, nem nyitja ki, felemeli a táskát, ott van a QR kód, az illető lefotózta, és akkor egyből megy a weboldalra, az új weboldalra, amit körülbelül egy másfél hónapja szerkesztettünk újra barátokkal. Újabb kiváló termékkel bővül tehát Steixner István bőrműves mester termék palettája. Az egyedi alkotások igazán különleges ajándékai lehetnek bárkinek. Ezért is érdemes felkeresni hivatalos weboldalát a steixnerleatherart.com címen. A közelmúltban újra felcsendült az evangélikus templom orgonája. A különleges hangszert ez alkalommal Német Sándor orgonaművész szólaltatta meg, aki többek között barokk zeneszerzők műveivel, s főként Johann Sebastian Bach alkotásaival kápráztatta el a közönséget. Ismét színvonalas zenei élményben lehetett része a városlakóknak. Az evangélikus templom orgonáját Német Sándor orgonaművész szólaltatta meg vasárnap délután. A templomban nem ez volt az első és nem is az utolsó orgonakoncert, jellegéből adódóan a létesítmény kiváló helyszíne az ehhez hasonló zenei összeállításoknak. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dunai Város Evangélikus Templom karzatán, ahol immáron második éve egy csodálatos hangverseny orgona található. Annak idején ez Németországban szolgált, Stuttgart mellett Felbachból érkezett ide, és most már a harmadik orgona hangversenynek a gazdája ez az orgonai Dunai városban. Ugye a nyitó az dr. Finta Gergelyé volt, aztán Teleki Miklós, és most pedig Német Sándor orgonaművész érkezett hozzánk. Nagyon fontos számunkra az, hogy a templom tér, mint szakláris tér, otthont adjon a muzsikának is. A mai orgona hangversenyen nagyon sok Johann Sebastian Bach mű fog megszólalni, és annak idején Johann Sebastian Bachnak is nagyon fontos volt az Isten nevének dicsérete, hogy nem csupán egy földi síkon szólalt meg a zene, hanem ennél többről van szó, és a mi gyülekezetünk számára is ez egy misszió, a kulturális misszió kiegészíti mindazt, amit a templom jellege és az építők lelke
összekovácsolt. Hisszük és valljuk, hogy a zene nem csak egymással köt bennünket össze, hanem a jó Istennel is. A hangszer tehát ez alkalommal is kiváló orgonaművész Németh Sándor szólaltatta meg. A zenész örömmel fogadta Stermecki András megkeresését, illetve beszélt a zenei programsor összeállításáról is. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, itt Dunaujvárosban Stermecki András lelkészúrral régi ismerősök vagyunk, még a Fóti Evangélikus Kántorképzőből, amikor ő ott tanfolyami lelkész volt, innen a mi ismeretségünk, és nagyon örültem, hogy ezt az impozáns hangszert én is megszólaltathatom. A műsort azt alapvetően barokk zeneszerzők műveiből, leginkább Johann Sebastian Bach műveiből válogattam, ezt fogja megszakítani kortársainak, Krebsnek, Johann Ludwig Krebsnek, illetve Georg Böhmnek egy-egy alkotása, és Felix Mendelssohn Bartholdy, Bachnak nagy tisztelője volt már a romantika korában, tőle is hoztam egy nagyszabású korál alapú darabot, egy variációs szonátát, ami a műsor második felében fog elhangozni. A művészhez közel állnak a Bach alkotások és az orgonaművek, erről a kapcsolatról is kérdeztük. Ezeket a darabokat, amiket most itt fogok játszani, nekem van egy olyan alapelvem, hogy én olyan darabokat szeretek tanulni, amit az istentiszteleti gyakorlatban, liturgiában is tudok használni, és ezek a darabok, amiket most ide gyűjtöttem, ezek kivétel nélkül az elmúlt években elhangoztak, vagy a kelenföldi, vagy más evangélikus gyülekezeteknek az istentiszteletein. Innen a kapcsolódásom ehhez a műsorhoz, tehát én eleve olyan műsorokat szoktam játszani, amit istentiszteletbe is be tudok illeszteni. És hát nekem az orgonában való ismerettségem az Johann Sebastian Bach orgona műveivel kezdődött, tehát és elég sokat is játszottam, sokat ismertem meg belőlük már a kortársakat. Ez volt a legkönnyebben elérhető irodalom, amit gyermekkoromban már meg tudtam szerezni, és hát valószínűleg ennek köszönhető, hogy a leginkább fontos számomra. Zenés rendezvényekből idén sincs hiány a kiváló akusztikával rendelkező evangélikus templomban, ezért is érdemes követni az egyházközség hivatalos és közösségi oldalát. Megnyílt az Intercizo Múzeum fejezetek a 175 éves Magyar Honvédség történetéből, Magyar Katonák a Nemzetközi Békefenntartásban és NATO tagságunk címet viselő tárlata. A csütörtöki hivatalos megnyitó előtt igazán stílusosan katonazenekari közreműködéssel szerveztek kedvcsinálót a Városháza C-szárnyában. A teremben a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár, Tata helyőrségi zenekarát hallhatták a vendégek, akiket a nyitány előtt Farkas Lajos múzeumigazgató köszöntött. A kedvezőtlen időjárás miatt a Városháza tér helyett a C-szárnyban hallhatták az érdeklődők a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár Tata helyőrség zenekarát. A formáció többek között az Intercizo Múzeum új bemutatója apropóján látogatott el Dunaujvárosba múlt hét szerdán, ugyanis már aznap látható volt az intézmény. Fejezetek a 175 éves Magyar Honvédség történetéből, Magyar Katonák a Nemzetközi Békefenntartásban és NATO tagságunk címet viselő tárlata. A stílusos kedvcsináló előtt Farkas Lajos múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, illetve osztotta meg velünk a nyitány előtt a gondolatait. Teljesen minden most politikától függetlenül a Horthy vagy a Kádár korszakban. Ennek az volt az érdekessége, hogy kiment a honvédség, kiment a katonazenekar, és akkor ott együtt az emberek viszont odajöttek, meghallgatták, és gyakorlatilag függetlenül, hogy milyen rendszer, mert én még azt mondom, hogy bennünket, magyarokat csak a mi honvédségünk tud igazából megvédeni, és mint történész mondom, hogy ha mindig rábíztuk magunkat vagy a sorsunkat idegenekre, akkor mindig veszítettük. Akár most csak gondolok Egerre, amikor viszont magyar kard és magyar kard védte ezt az országot, ezt a nemzetet, akkor mindig győzedelmeskedtünk. Tehát valójában ennek az egésznek ez lett volna az igazi értelme. Hát most ez van, nem tudunk mit csinálni. Hozott anyagból főzünk, ahogy szokták mondani. Az, hogy egy színvonalas esemény fényét, egy színvonalas zenei élmény is emeli, már-már hagyománynak számít. Hát ez valójában Orosz Csaba barátommal, még akkor ugye a tűzoltó parancsnok volt, kezdtük el. Először volt a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a mentő, a büntetésvégrehajtás, és akkor volt egy tűzoltózenekar, tehát most nem akarok, nem tudom pontosan 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Tehát, hogyha jól számolom, akkor Csabával együtt, amit most szervezünk, ez a 6. kiállításunk, bízom benne, hogy sikeres lesz, mint az előzőek. A zenekar egyébként 29 taggal büszkelkedhet, ebből 20 fő képviseltette magát Dunaujvárosban. Egy komplett fúvós zenekarról beszélünk, akiket ütőhangszerekkel kísérnek.
s mint arról Balázs Attila őrnagy, az együttes karnagya beszámolt, egy nagyjából 45 perces zenei programot készítettek össze, mivel tudták, hogy a hallgatóság soraiban ott lesznek a rendvédelmi szervek munkatársai, de közép- és általános iskolások is, így egy igazán színes műsort állítottak össze. Voltak komoly és könnyű zenei elemek is, de népdalcsokorral is készültek. A múlt szerdai katonazenekari beharangozót követően csütörtökön hivatalosan is megnyílt az Intercize Múzeum honvédséghez köthető új tárlata. Az intézményben képeken, tárgyi emlékeken látható a magyar katonák hazai és nemzetközi szerepvállalása. Fejezetek a 175 éves magyar honvédség történetéből, magyar katonák a nemzetközi békefenntartásban és NATO tagságunk. Új kiállítás nyílt az Intercize Múzeumban. A bemutató településünk önkormányzata, a múzeum, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete, illetve a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely közös munkája nyomán született meg. A gyűjtemény bemutatja a 175 éves magyar honvédség hazai és nemzetközi szerepvállalását. A megnyitó alkalmával Farkas Lajos igazgató, dr. Karsai Béla és Görög Viktória köszöntötték a vendégeket. Ezt követően pedig stábunkkal is megosztották a kiállításhoz köthető gondolataikat. Gyakorlatilag a Pákozdi Katonai Emlékparkkal és Nemzeti Emlékhelyen nekünk jó a kapcsolatunk. Tehát személyesen nekem is a dr. Görög Istvánnal, az alapító igazgatóval, én is tartottam ott több előadást, és valójában egy ilyen személyes kapcsolat kapcsán jött ez a kiállítás ide, aminek én borzasztóan büszke vagyok, mert én ugye határon túli magyar vagyok, és én azt vallom, hogy a magyar nemzetet a magyar honvédség, a magyar katona tudja legjobban megvédeni, független attól, hogy milyen izmus van és kialakít kormányt, minden magyar katonára szükség van. Mert ezt a nemzetet, ezt az országot csak a magyar katona tudja megvédeni, ha kell az élete árán is. Én ebben hiszek, és nekem ez a úgymond teórián, független attól, hogy milyen katonai szövetségben vagy milyen szövetségben is van Magyarország. Tehát ezért kell fejleszteni, és ezért kell a hadsereget, azt mondom, mi folyamatosan korszerűsíteni. Látjuk, hogy mi van most Ukrajnában. Ugye a honvédség 175 éves, itt azt mutatják be ez a kiállítás gyakorlatilag azokat a békefenntartó missziókat, amelyet ugye a magyar honvédség végzett Afganisztánban, Irakban, a Balkánon, és az, ami az érdekessége neki, hogy akik ezeket a kiállítási anyagokat elhozták, azok többen részt vettek ebben a békefenntartó misszióban, tehát személyesen is itt vannak, személyes tárgyakat is meg lehet nézni. Én ezért szeretném a televízión keresztül is felhívni a dunaujvárosiak figyelmét, elsősorban az oktatási intézmények figyelmét, hogy jöjjenek el, hisz ez a kiállítás szeptember 30-áig tekinthető meg. Nézzék meg, ha kell, akkor felveszik a kapcsolatot, én megadom a lehetőséget a pákozdiakkal, aki ezt a katonai hagyományokat egyébként ápolják, és valahogy most lehet, hogy rossz szót használok, de azt mondhatnám, hogy profitáljon ebből Dunaujváros, illetve Dunaujváros lakossága ebből a kiállításból. A tárlatot dr. Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezetének az elnöke nyitotta meg. A vendégek, látogatók figyelmét elsősorban a honvédség szerepvállalásának fontosságára hívta fel. Sokan nem tudják, hogy a magyar hadseregnek van egy olyan része is, ami úgy hívnak, hogy békefenntartók. A békefenntartók nagyon sok helyen szolgáltak az ország a külföldi államokban, így a először legismertebb lett, amikor a szerb-horvát háború volt, akkor nagyon sok magyar katona ment ki békét teremteni, vagy békét megtartani, közé állni a ellenséges feleknek. Nos, ez a kiállítás ezekről a pillanatokról ad képet, de természetesen itt találhatnak Kongóban szolgált katonáknak az emlékeit, találnak képeket arról, hogy Észtországban hogyan védtük a légierő kötelékein belül az észt légteret. Tehát nagyon sok területen dolgoznak a katonák a mai napig, és azt gondoltuk, hogy ezt érdemes megörökíteni, mint egy NATO tagországnak, hogy milyen közösségi munka folyik. Egyéb iránt tényleg a magyar honvédeknek nagyon jó a ismertsége, elismertsége a NATO-n belül. Egy korrekt, jól képzett emberekkel felvértezett csapatot tudunk mindig kiküldeni, és maradjon is így, mert mi akkor alszunk nyugodtan idehaza, hogyha ők jól szolgálnak. Meg kell tanulnunk azt, hogy a katonára szükség van, ugyanúgy, ahogy rendőre is, mert megvédik a határainkat. És ki másra számíthatnánk békeidőben? Tényleg úgy tűnik, mintha fölösleges költség lenne,
majd amikor van egy konfliktus, lásd Ukrajna-Oroszország konfliktusa, nagyon nehéz eligazodni, és akkor is meg kell védeni a saját határainkat és a saját nemzetünket. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Hála Istennek ébred a magyar polgárság, és főként azért, mert nem csak a háborúban tudja megmutatni az erejét a honvédség, csak gondoljunk a Covid időszakra, hogy hány helyen segítettek azzal, hogy az egészségügyi dolgozókat kiszolgálták, segítették a munkájukat, szűrték, fertőtlenítettek. Tehát nagyon sok helyen ott vannak, és bármilyen nagyobb katasztrófa helyzetnél, árvizeknél, hova máshova, mint a honvédséghez tud fordulni a kormányzat. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy tenni akaró, de jól képzett seregünk. A Katonai Emlékpark Pákozd nemzeti emlékhely munkatársai egész évben azért dolgoznak, hogy az érdeklődőknek bemutassák a katonai hagyományokat, felhívják a látogatók figyelmét azokra fontos eseményekre, törekvésekre, amelyek talán a hétköznapokban nem kapnak elég figyelmet. Görög Viktória ügyvezető igazgató szerint bár egyre nehezebb felkelteni az érdeklődők figyelmét, ehhez hasonló interaktív bemutatókkal szélesebb rétegeket is meg tudnak szólítani. A Katonai Emlékparkban azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk. A Velencei tó környéki kerékpárút és kiránduló útvonalak mentén található az emlékpark, így nagyon sokan akár csak szabadidejük töltése alkalmával is ellátogatnak hozzánk. Én azt gondolom, hogy minden kulturális intézménynek egyre nehezebb közel férkőzni az emberek szívéhez, lelkéhez. Mindenképpen erre egyetlen egy kulcs van a mai világban, minél interaktívabban, bevonóbb jelleggel kell közeledni az érdeklődők felé. A mi hivatásunk és hitvallásunk az, hogy a haza szeretetének fontosságát és védelmének gondolatát minél jobban elültessük a fiatalok lelkében, szívében. Ehhez viszont ma már új eszközöket kell bevetnünk, nem kerülhetjük ki a kommunikáció adta lehetőségeket, és minél inkább a közösségek építéséhez és az interaktív bevonásra kell alapoznunk. Következő időszakban az Intercize Múzeum leendő és visszatérő látogatói, tehát szeptember 30-áig tekinthetik meg. A fejezetek a 175 éves magyar honvédség történetéből, magyar katonák a nemzetközi béke fenntartásban és NATO tagságunk című kiállítást. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Jövő héten egy új összeállítással jelentkezünk. Viszontlátásra!